Elkezdtek újságírókat toborozni az Indexhez, erről számolt be a Média 1. A portál szerint többeket is megkerestek, de a főszerkesztő úgy tudja, nem kormánypárti újságíróknak ajánlott a pozíciót. Az Index volt újságírói a Távozó Indexesek című Facebook oldalon keresztül kommunikálnak, ahol azt írták, szeretnének együtt maradni és továbbvinni a portál szellemiségét. A Média 1 főszerkesztője szerint egy új lap alapítására is van esély, de ehhez sok pénzre lenne szükség. Megkezdődött az Index új szerkesztőségének toborzása, írta a Média 1. A portál információi szerint a laptól megkerestek újságírókat, szerkesztőket, hogy érdekelné-e őket valamilyen pozíció. A Média 1-nek arról nincs információja, hogy a mostanival azonos létszámmal működtetnék-e tovább az oldalt, vagy kevesebb emberrel, illetve változik-e a rovat struktúra. Akiket eddig megkerestek egyébként, ők nem kormánypárti újságírók, tehát ilyen értelemben az is lehet, hogy egy hasonló irányt tartana a történet. A Média egy alapító főszerkesztője ugyanakkor úgy tudja, a megkeresett újságírók még nem mondtak igent. Az Index szerkesztőségének vezetése és az újságírók szinte teljes egésze pénteken mondott fel. Az újságírók most a Távozó Indexesek nevű Facebook oldalon keresztül kommunikálnak. Az oldal létrehozása után azt írták, szeretnének egységben együtt maradni, továbbvinni az Index szellemiségét. Szalai Dániel szerint az újságíróknak van esélyük új lapot alapítani, de ez sok pénzbe kerül. Csak a bérek kifizetéséhez is jelentős összegre lenne szükség. A hirdetési piac az meglehetősen torz jelenleg. Az egyetlen út szerintem, ami járható lehet számukra, az az, hogyha nagyon sok olvasót maguk mellé tudnak állítani, és ezek az olvasók annyi támogatást adnak számukra, hogy ez végeredményben kijöjjön úgy, hogy még legyen valamilyen nyereség is. Az újságírók a Távozó Indexesek oldalon egyelőre azt kérik, senki ne kezdjen gyűjtésbe, ugyanis jogilag, pénzügyileg és más szempontokból sem tudják ezeket a felajánlásokat fogadni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az Indexben felmondott újságírók csak ezen az oldalon keresztül kommunikálnak. Minden más felületen megjelenő üzenet vagy pénzgyűjtés átverés. Az Index jelenleg csökkentett üzemmódban működik. Az oldal tartalmát főleg az MTI híreivel töltik a régi, Távozó stáb jelenleg felmondási idejüket töltő tagjai.